Tovább tombol a koronavírus járvány harmadik hulláma. Sajnos a halálozási és a fertőzöttségi adatok még mindig nagyon aggasztóak. A vírus nem került el Maglódot sem, de az önkormányzat helyi intézkedésekkel igyekszik jelenleg minden tőle telhetőt megtenni a karantén időszak elviselhetővé tétele érdekében. Nagyon sokan betegedtek meg a településen, sajnos több haláleset is történt. Orvosaink és az ápoló személyzet óriási munkát végez, amihez megpróbálunk mi is a magunk módján hozzájárulni. Családsegítő, illetve a hivatal dolgozó is segítenek itt a járványügyi vészhelyzetben, az oltásszervezésben. El kell, hogy mondjuk, hogy kisebb zökkenő történt hármas számú körzetben. Én azt mondom és azt állítom, hogy nem az önkormányzat hibájából. Természetesen vannak, akik úgy érzik, hogy ez a helyzet, ami kialakult, az önkormányzati felelősséget is felveti. Én ezt messzemenően elutasítom, hiszen mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy itt továbbra is orvos legyen. Sajnos olyan helyzetet teremtett az átadó orvos, hogy okozott kellemetlenséget nem csak az önkormányzatnak, hanem nagyon sok maglódi embernek is. A város első embere az önkormányzatnál érvényes ügyfélfogadás rendjéről is tájékoztatott. Ügyfélfogadást azt a minimálisra csökkentettük, illetve az önkormányzat polgármesteri hivatal dolgozói felváltva járnak be munkavégzésre, otthon home office-ban is dolgoznak, illetve itten két váltásban felváltva teljesítenek szolgáltat. Maglód fejlődésére, a helyi beruházások alakulására is kihat a pandémia. Én úgy gondolom, hogy a fejlődésünket nem tudta megakasztani. Nagyon sok olyan projekt indult el, és már a megvalósítás stádiumában van, amit korábban előkészítettünk, és a vírushelyzet sem tudta meggátolni. Gondolok itt arra, hogy elindultak a gépek a déli-ipari területen, épül egy 46 ezer négyzetméteres logisztikai raktár. Gondolok arra, hogy sportcsarnok építésének előkészítésére pénzt kaptunk, és már benn van az építési engedélykérelem a gyári építéshatóságnak, hogy a 31-11-es úton felmérések megtörténtek, és a tervezés szakaszában van az útnak a felújítása. Reményeink szerint az év végén, az év második felében meg is fog újulni ez a belterületi szakasz. Felmértük a védőnői szolgálatnak a helyiségeit, benyújtottunk egy 41 millió forintos pályázatot, amelyben szeretnénk a védőnői szolgálat helyiségeit, elhelyezését megújítani. Úgyhogy sok olyan projektünk van, amit meg fogunk valósítani. Az elmaradt útépítés folytatódik a Bátor és a Kepler utcában, illetve járdát fogunk építeni a Katona József utcától az iskoláig, illetve az iskolától az állomásig. Bár nem önkormányzati feladat, sokan ezt nem tudják, mégis önök is sokat tesznek azért, hogy az új iskola felépüljön, látni is ott munkálatokat. Milyen időpontot lehet tudni, építési, átadási időpontot? Jelen pillanatban a közmű csatlakozásoknak a kiépítése vette kezdetét. Várjuk a projektmenedzsernek a tájékoztatását a munkakezdésről, illetve az alapkőletételről. Az interjú végén a polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy még nincs itt az ideje a lazításnak. Polgármester úr, milyennek tartja a maglódiak önfegyelmét a vírus időszakban? Én azt gondolom, hogy mint ahogy országszerte a nagy többség betartja azokat a szabályokat, amelyre én is szeretném most felhívni a figyelmet, távolságtartásra, maszkviselésre. De hát azt is el kell mondani, hogy mindig vannak renitensek, akik fittyet hánynak ezekre az előírásokra. Gondolok itt az egyik maglódi vendéglátóipari egység bezárására. Igyekszünk gátat szabni ezeknek közterületfelügyelettel, illetve a helyi rendőrséggel, de ezúton is felhívnám figyelmet, hogy a járványhelyzet még nem múlt el.